Vasárnap rendezték a parlamenti választások első fordulóját Litvániában. A közel 3 milliós balti ország választási rendszere két fordulós. Négy évre 141 parlamenti képviselőt választanak, 71-et egyéni körzetekben, 70-et pedig pártlistán. Ez a szavazó azt mondja manapság, különösen Litvániában, nagyon tudatosnak a kell a lenniük az, az embereknek azzal kapcsolatban, a hogy kire szavaznak, szabaz, azaz kit támogatnak. A az előzetes felmérések a alapján az ellenzéki szociáldemokraták és a kisebb balközéppártok válthatják fel az Ingrid Simon Nietzsche miniszterelnök által vezetett hárompárti jobb-közép kormánykoalíciót, amely feltehetően nem szerez elég voksot a parlamenti többséghez. Az első forduló eredményeit hétfőn hirdetik ki. A második fordulót október 27-én tartják azokban a körzetekben, melyekben egyik egyéni jelölt sem szerezte meg a szavazatok több mint 50%-át.